üljél-e mellém az asztalhoz, és hallgassál! Mit hallgassak? Engem! Hát, leülök az asztalra, a kumpli leves mellé, hallgatlak téged, és nem mondasz semmit. De hát, hogy ezzel megszólálni! Bemész a szobádba, nyomkodod azt a szart, telefonálsz! Várj meg, míg megszólalok! Azt hiszem, ez a legjobb végszó ennek a jelenetnek. Lehet, hogy ezt ki kéne mondanunk többször. Várd meg, míg megszólalok. Na most? Képzeljétek el, hogy ez a Balázs itt Pesten pont olyan szerencsés, hogy igaz, hogy már vagy 15 éve elvált a volt feleségétől, aki szegény ugye Isten nyugosztalja, de összejött egy nővel. Úgy hívják, hogy Lia. Hát, fél év után újra megkeresett engem, mert hogy hát annyit veszek szenet, szeretik egymást meg minden, de van egy csomó konfliktus. Úgyhogy most ilyen párkapcsolati örökzöldeket fogunk előadni. Mindenki beleáll a saját komfortzónájába. Igen. És akkor meglátjuk. Azt mondja az egyik, hogy vásárolni indultok. Na, figyelj, be kellene menni. DM? Igen. Bemegyünk az Osánba is, külön. Aztán utána elmegyünk, meg velem kell egy téli kabátot. És még szeretnék téli cipőt vásárolni, mert egyszerűen annyira lekopott a sarok, hogy már kétszer vittem cipészet, nem tudja megtalpaltatni. Aztán elmegyünk a cukrászdába. Igen. Azért, mert jönnek délután palikáért, meg kell vennünk. Hát ugye másfél kiló pogácsa biztos el fog fogyni. Igen. Nem akarok sütugos hétvégén, nem maragszol. Jó, és de kellene csinálnunk. Jó, egy pár szelet tortát veszünk. Zsúrra virágot. És akkor Palikának még vegyünk egy kis konyakot. Szólsz hozzá Marikának meg az édesport, mert azt szereti. Jó. Jó? Nekünk meg pezsgőt, mert én meg azt szeretem. Igen. Jó. De muszáj ennyi mindent? Igen. Igen. Jó. És muszáj minden. Szóval nekem volt egy hölgy ismerősöm, aki azt mondta, és ez nekem nagyon tetszett, és most te ezt itten bizonyítod, hogy egy nő, hogyha gondja, bánata van, akkor azonnal elmegy vásárolni. Én nem akkor megyek el, hanem akkor kifogy. Akkor van bánatom, megmondom. Jó, de muszáj ennyi mindent egyszerre, könyörgök. Pincépapírt ne vegyek. Mosogatószert ne vegyek, mosószert ne vegyek, szappan ne vegyek, csirkét ne vegyek, sajtot ne vegyek, tejet ne vegyek, téli kabátot ne vegyek, mit ne vegyek, konyakot ne ünnepet, mit ne vegyek? Úgy látom, hogy itt te az egész komfortzónádat feladtad. Te itt totál vesztes vagy. Nem? Tehát itt neki szava nem volt. Véleményen. Ha se derült ki, hogy miből lesz itt konfliktus. Lehetett? Nem lehetett. Nem. Nem lett levegő. De akkor ne nyilvánuljál nekem másnap a pszichológusnál, hogy akkor kész, akkor ne az legyen, hogy mert téged lenyomnak a nők. Igen. Szóval a helyzet tudom, az, hogy nem vett levegőt. Úgy közbeszólni, hogy nem veszem, hogy baromi nehéz. Igen. Egy kicsit mindenki elvégezte a színművészeti egyetemet. Mindenki, nem? Mert én úgy értünk ehhez. Én sem. De úgy értettem, hogy minden nő ért ahhoz, hogy tulajdonképpen beleálljon a szájon. Jó. Ez most következő, nem is tudom, hogy ezt melyikbe soroljuk, hogy ez mi volt. Jó van. Légkondi. Figyelj. Baromi, ahonnan ezt a asszony mellett. Nem, figyelj, neked hőhullámaid van a hűs. Nekem mitől lennének hőhullámai? Figyelj ide, egy férfinek hőhullámai nincsenek.
Dehogy egy nőnek majd egy idő után lesz, nekem még nincsen drágám, hál' Istennek, úgyhogy hagyjuk ezt a jóhullám dolgot. A helyzet az, hogy nyár van, érted? Nyár van, nyár, röpke, lepke, szárvirág, zümmög, szár, stb. Úgyhogy marha meleg. Az a dolga, a nyárnak, hogy meleg van, igen. Kinyithatjuk szépen édesem hátul az ablakot, elől az igen. Ablakot, az és akkor a húzatban bücsörjük. Hát húzat a meleg levegőtől az kimondottan kellemes. Nem szeretnék légkondit bekapcsolni. Azt én sem szeretném. Jaj, de jó. Ezt én sem szeretném. Ha légkondit bekapcsolnánk, egyszerű, csukd be az ablakot és kapcsold be a légkondit. Mert ezt így nem lehet elviselni. Szóval mi? De most, mire, most nem értem a problémát. Most azt mondod, hogy legyen légkondi, vagy ne legyen légkondi? Hűvös levegő legyen, jó, mert barom meleg van. Értem? Akkor van még egy ötletem, kinyitjuk a hátsó ablakot, az első ablakot, te hideg vízzel letusolsz és beállsz közé. Ez például jó ötlet, és én sem fagyok meg. Igen, nagyon jó ötlet, remek ötlet. Jobb ötleted nincsen? Nincs, mert arcüreggyulladást kapok, te is tudod, tele van gombával, tele van bacillussal, tele van minden szarral. Kiszavaz arra, hogy valaki a saját mániájából, a saját köréből, a saját diliéből esetleg egy kicsikét fölfogadni, és közelíteni fog a másikhoz, én és nem az melyik. Azért mondtam, hogy örökzöldeket fogunk mutatni, mert szóval ez egy olyan dolog, hogy az ember nem direkt fázik. Nem direkt fázik, a dolog is fázik. És nem direkt van melege az embernek, ugye? Hát nem melege, van elege. Abból, hogy fázik. Én dobáltam az alternatívát. Viszont ahhoz, hogy egy kicsit feladjunk a komfortzónánkból, direkt, és szándékosan kellene picinke valami kis hát kompromisszumot kötni, vagy ugye olyat is láttam már, hogy valaki olyan mértékig feladja saját maga, mondjuk most legyél te. De csak fél lábbal. Tehát, hogy most itt gondoltunk egy csomó egyéb szituációra, hogy igazából legyen neked igazad édesem, és szinte megszűnik önmaga lenni, olyan mértékig adja föl saját magát, csak azért, mert már nagyon elege van a vitában, ugye? Igen. És ha ő jár pszichológushoz, akkor neki azt mondanám, hogy hát arról beszéltünk, hogy találd meg magadat, a saját életed, és néha mondjad azt, hogy nem. De ha meg ő jár a pszichológushoz, akkor... Ő találja meg a saját életét, és néha mondja azt, hogy nem. És néha gondolkozzon el azon, hogy vajon szabad-e elvárni attól a másik embertől ilyen fokú odaadást? Hát, de szépen fogalmazzak. Igen, ilyen fokú odaadást várok el tőlem odaadást. Szóval elfogadnám, szemrelden is nélkül. Tudod mi? Csináljuk azt, hogy én fél lábbal belépek, te fél lábbal kilépsz. Az én komfortzónámból? Igen. Ó, basszus. Na? Na jó, így sem. Ez a 50-50, ugye? Ja. Ugye mennyi? Ja. Nem? De. Még az érzés nem jó. Szóval vannak helyzetek, amikor ez tulajdonképpen szép lenne. Igen, szépen meg lehetne csinálni. Hát igen. De jól érzik-e magukat így? Most engem kérdezem, hogy a feleségét, mint felesége, még nem érzem a jó hatást. Nem, majd egyszer csak így. Én se érzem igazán, de nincs más. Csak boldogabb vagy egy kicsit, hogy kiraktam a fél lábom, nem? Nem, attól vagyok boldogabb, hogy én betettem a felet. Látod, micsoda különbség? De mégiscsak az lenne a cél, igazából bármelyik konfliktus az életünkben, hogyha előjön, az lenne a cél, vagy hát arra kéne haladni, hogy végül is ne egyik a másik rovására érezze már olyan rohadt jól magát, ugyebár, hanem ne adj Isten mindkettő. Most ez lehetséges, vagy ahhoz
Kurva nagy mázni kell. Mázni? Hogy? Kikapj egy olyan nőt, aki a fele lábát odébb teszi, vagy nem kell rúgni nem. hozzá? Nem. Magától. Nem. Odébb. Ahhoz kell a baroknak mázni. Aha. Kell. Mondjuk két komfortzóna, és egy komfortzóna legyen. És mind a ketten ugyanazt a koncertet szeretik, és mind a ketten ugyanazt a vendéglőt. Hát igen. A mesébe. A mesébe. Még szeretném elmondani, hogy egyrészt nagyon köszönjük, hogy a világvárosi óriási választékból, a mai napra éppen minket választottatok, tegyétek ezt máskor is. Például minden hónap 10-én itt vagyunk, bármilyen napra is esik, november 10-én jön hozzánk egy olyan színésznő, akit egy az egyben merem azt mondani, hogy mi itt négyen mindannyian nagyon szeretünk. Az pedig a Botos Éva. Nagyon szeretjük, és végre megint látjuk. És jön egy fiú, arról pedig fogok mondani négy szerepet, és mindenki tudni fogja szerintem, mert olyan igazságtalan hülye szakma ez, hogy aki ott villogattanak fönn a tévébe, vagy a filmeket, azt többen ismerik, mint a Botos Évát. Na, azt mondom, hogy Hamlet, azt mondom, hogy Berger, azt mondom, hogy McMurphy, és azt mondom, hogy Fenyő Miki. Én minden láttam speciál. Jaj, tudom. Tamás. Szabó Kimmel Tamás. Ja. Mindegy, őt is imádjuk, és mindketten játszottak már nálunk, és azt a témát találtam ki, hogy háztáji agresszió. Úgyhogy ugyanilyen lesz, az is. Vita, veszekedés, harc, stb. Nagyon köszönjük. Akkor a mai napon köszönjük a technikusnak, aki először dolgozott velünk, és nagyon köszönjük. Pokorni Liát látom.